Üdvözlök mindenkit, NecroCream vagyok. Nos, srácok, hogyha nem éltek egy szikla alatt, vagy éppen Apex Legends mániások vagytok, akkor most arra tudjátok, hogy minden hírportál, valószínűleg Magyarországon is volt erről szó, csak annyira nem követem otthoni gamer híreket. Uh, arról szó ugye, hogy az Apex Legends fejlesztői beszóltak a gamereknek, és szegény gamerek most sírnak továbbá. Eleve ugye az már tett a a kalapra, ahogy a mostani skinek, amik kijöttek ugye az új eventre Apex Legendsben, az igen borsos árulra sikeretek, ahhoz képest, hogy egy skint adnak azért a mennyiségi pénzért. Szóval erre azért eleve az, hogy először is erre ráizgult a, a gamer közösség, és az összes hírportál arra szólt, hogy Jézus Mária, de a drágák ezek a skinek, és hogy a Respawn Entertainment, tehát a Respawn Entertainment, a játék fejlesztői, azok már most milyen kapzsivá váltak, hogy végre milyen kapzsivá váltak, és erről szólt mindent. Persze az nem számít, hogy az IE a kiadó, és végül is ők kell a pénzt generálják ahhoz, hogy ez a szerencsétlen játék tovább menjen, de egyetértek az a 18 dolcsi egy darab skinér az azért eléggé kemény. Na most erre az egészre az egyik Apex Legends uh, beszólt, uh, Redditen vagy Twitteren valamelyik kettő közül lényegtel mind a kettő egy fosportál, uh, már mint egy, egy hírportál. Um, beszólt erre, hogy mi játékosok ingyen élők vagyunk, és um, minden hívott még minket? Ez hats. Az egy finom szó arra, hogy seggfej angolul. Mondhatni, mondani, hogy a finom változata, seg orc, érted? Na, szóval, ja, ez lett beszél, és ebből egy egész botrány robbant ki, amit a YouTube... Felkapott, még jobban, legalábbis a külföldi gémerek rettentő módon felkapták a, a, a médium akár az egészet, és most az egész arról szólt, hogy a -e terment milyen kapzssulát, és hogy beszólt nekünk. Na most, miben kell itt egyetértsünk? Elárulom nektek, hogy sok, egy, egy, egy pár évig, dolgoztam kereskedelembe, és a kereskedelem ugye az embereket szolgál ki, mondhatjuk így, és tehát te, ha te vagy egy vásárló a kereskedelembe, a legtöbb országban ugye azt szokták mondani, hogy a vásárlónak mindig igaza van, és a vásárló előtt igen, 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 és, és görög tűzön ki kell nyalni a vásárló Na most, annak ellenére, hogy sok ideig dolgoztam kereskedelembe, nem értek egyet ezzel a szabályjal. Szerintem, ez, is ez az én véleményem, a vásárlónak már nincs igaza, legtöbbször. És azt hiszem, hogy Igazoljatok vissza mindazok, akik a kereskedelem bármilyen formájában dolgoztak pinc pincérként, vagy egy boltban, vagy akár, akárhol, ahol embereket kell kiszolgálni. Igazoljatok vissza, és mondjátok azt, hogy egy kicsit sincs igazam a vásárlóval kapcsolatban. Jön a főnöks, és azt mondja neked, a vásárlónak mindig igaza van. Nagyon jól tudjuk, hogy a vásárlónak soha nincs igaza. leginkább, és a legtöbb vásárló is egy, egy nagyon rossz ember. Na, már magam is az vagyok, már ha vásárolni vagyok, de hosszú éveket töltöttem el, és hogyha azt nézzük, hogy melyik cégnek dolgozom most, hál' Istennek nem kell konkrétan a vásárlóval foglalkoznom, de a vásárlókért vagyunk, ugye. Na, és, és ugye ezen borult ki, legalábbis a médiumok, akiket én követek, a külföldiek közül ezen lett kiborulva, hogy hogy engedheti meg magának a Respawn Entertainment ezt, hogy az egyik fejlesztőjük így beszól a gémereknek, és um, kérjenek bocsánatot, hát ez ez egyszerűen elképesztő, és most, mostanában egy kicsit már sok, tehát erről szól minden médium, hogy valamit mond az egyik fejlesztő, jaj, bocsánatot kell kérni, mert hogy uh, úristen, leszakadt a kör már a gémereknek, uh, és és egyetértek a fejlesztőnek az egyik kommentjével, ami szó szerint idézve ennyit írt, hogy so it's fine for all, for all of you call us liars full of shit and other personal attacks when we communicate apology ab, uh, and update to even, but we immature when we call people out on it, got Szóval ment ez az, az egész nagy kommunikáció, ingyenélőknek lettünk hívos, feknek mindeneknek, és az emberek válaszoltak, és elég durván is válaszoltak, és visszaválaszolt ugye a fejlesztő, szóval teljesen lenben van, hogy ti Hazugoknak hívtok minket, és full off hogy teljesen, hogy, hogy tele vagyunk szarral. És különböző más ilyen személyes megjegyzéseket tesztek, és utána, mikor mi egy bocsánatkérést, hogy is mondjam, bocsánatot kérünk, és updételünk titeket az új éventekről és akkor ti minket, nem hívt, uh, hogy is mondjam, ti minket, um, felhívjátok erre a figyelmünket. Értem. Szóval a lényege az, a legnehezebb, a lényege az, hogy ugye mi gamerek sokszor hazugnak, kapzsinak, uh, uh, szarnak hívjuk a fejlesztőket, nem tudnak csinálni becsületes játékot, és elvárunk, 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 elvárunk folyamatosan. Uh, ugye a fejlesztőket, és amikor a fejlesztő éppen bocsánatot kér, vagy éppen kirakja azt az update hogy ez fog jönni, ez lesz, és így lesz, vagyis kommunikál a gémereknek, akkor pedig uh, nem veszük őket komolyan, és, és uh, folyamatosan sértegetjük őket. Na most, ez, ez, ez egy kicsit olyan dolog volt az elmúlt időben, egyet tudok érteni ezzel a fejlesztővel. Természetesen egy-két médium azt írta, hogy, 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 jó, azért a vásárlónak igaza van, és a vásárlóért vannak, és ez így van. Na de őszinteszek veletek, a fejlesztők azok nem feltétlenül vásárlókért vannak. Mondjuk e ebben az esetben a Respond Entertainment a játék fejlesztői, ők azért vannak, hogy fejleszik a játékot, az EA kellene intézi a vásárló részleget, de az, hogy, hogy van egy fejlesztő, aki, és, és tekintve a tapasztalatomat a kereskedelembe, amikor én is ott voltam, és bele, oda tettem magam, hogy, hogy meg legyen az a, az, az extra mérföld, hogy, hogy jól érezze magát az a szerencsétlen vendég, és utána, öm, hogy is mondjam, nem kell megköszönjem, egy köszönetet nem várok el, de azért érződjön rajta, vagy, vagyis hogy, hogy sok vendégen, hogyha törölsz vele, látszik, hogy értékeli, látszik. Tehát nem feltétlenül nem is mond egy köszönömöt, érzed, értékeli azt, amit, amit csinálsz, és másra nem visszajön, és hozza a haverját és is, mutatja, hogy hé, nézd ott azt a srácot, az tök jó fej volt, érted, amit mondok? És itt van egy szerencsétlen fejlesztő, és szerintem a világon most én vagyok egyedül, akik a fejlesztők oldalán áll ezzel. Itt van egy szerencsétlen fejlesztő, és, és általában olyankor szokott felszólalni egy, egy kereskedelemben dolgozó valaki, vagy egy fejlesztő ebben az esetben, amikor úgy érezzük, hogy, vagy úgy érzi, én legalábbis akkor szólaltam fel ritkai vendég ellen, amikor már úgy éreztem, hogy hé, hey, figyelj, én, én, azért vagyok itt, hogy neked jó legyen, és te csak egy seggfej csinálsz belőlem. És én értékelem a munkámat, szeretem, amit csinálok, de te ezt nem veszed figyelembe. Szóval ez a szerencsétlen fejlesztő szereti, amit csinál, szereti a játékot. Végre elért oda a Respawn Entertainment, hogy csináltak egy sikeres játékot, leszámítva, mert a Titanfall egy geció játék, és senki nem veszi figyelembe és végre elértek oda, hogy az Apex legend el kitörtek, és szerencsétlen gamer, mondjuk az összes gamer azon nyafog, hogy 18 dolci eszkén igen, drága 18 dolcsi eszkinél, de fog a szádat, farmolt ki, vagy vedd meg. Szóval, és, és, hagyd azt a szerencsétlen fejlesztőt élni ebből a szempontból, és most szerintem én vagyok egyedül a fejlesztők oldalán ezzel, ezzel a dologgal, de konkrét általában olyankor szokott lenni ilyen kinyilatkoztatás, amikor az, az, a nyomarék fejlesztő tényleg arról szólna neki, hogy, hogy csináljon egy faszát. Az is lehet, hogy a keze benne volt abban, hogy megcsinálja ezeket a skineket, és lá, néz, megnézve a skineket, megnézitek, hogy ezek a skineket. <hül> kurva jól néznek ki eh, ahhoz képest, és igen, tényleg egy kicsit megáraszták, megnyomták az árat, félreértés, nehesség, de akkor nem mész be a boltba, és nem vásárolod meg, főleg ha opció van rá, hogy kifarmod, igen, kurva sok játékidőt bele fogsz tenni, eh, de amúgy is beleteszel kurva sok játékidőt, eh, hogyha már játszol azzal az adott játékkal. Szóval eh, nem, nincs mindig igazunk, Uh, és ebben a kivételes esetben, illetve az elmúlt idők eseményeibe az, hogy a, az, hogy létezik az az oldal, hogy Reddit, és létezik az az oldal, hogy Twitter, és az, hogy, az, hogy, hogy, egy komment egy fejlesztő részéről 2000 szavazatot kap, vagy 2000 kommentelnek rá, hogy mekkora szar vagy, 2000 gamer kommentel rá, hogy te mekkora szar vagy, az nem kellene hír legyen és, és abból nem kellene ha, ma hatalmas masszív hír legyen. Szóval a médium a Youtube-ban is azt csinálják, hogy hát figyelik a Twitter, figyelik a, YouTube, figyelik a Reddit-et, és ú, van egy komment valamelyik fejes gamertől, vagy fejlesztőtől, van egy komment, és azt 200 an vagy ezren, vagy 2000-en már lelákolják, abból már akkora hír csinálnak, mint hogy millióan csinálnának belőle, vagy milliós számra kiterjedő botrány lenne. Uh, legalábbis, és, és ugye valójában nem az, valójában nem az, de nekik sikerül millió számra emelt botránynak csinálni. Szóval egy kicsit röhelyes, és an úgy érzem, hogy hm, az elmúlt időkben a negativitás, és a negatív hír, amit például az Anthem is kapott, és most az Apex Legends is kap, az nem feltétlenül szolgált rá, szóval egy jelen pillanatban vannak kint ugye olyan médiumok, akik kis hírekből hatalmas elefántot csinálnak, hogy megmutassák azt, hogy ők képesek befolyásolni a, a hogy is mondjam a az egész iparnak az alakulását, illetve a gémerek véleményének az alakulását afelé, hogy az olyan gonosz nagy vállalatokat, mint az EA vagy Activision megbuktassunk. Na most, félértés ne essék, a, ami a Star Wars Battlefront 2-vel történt, az, az, egy nagy győzelem volt a gémerek számára, ami jelen pillanatban sok országban történik a lootboxokat illetően, az egy hatalmas győzelem volt a gémerek számára, és a fiatal felnövekvő generáció számára. Vannak szükséges dolgok, amikért fel kell szólalnunk, mint gamer, és harcolnunk kell, mint, a, mint gamer, de az, hogy egy fejlesztő beszól, és ingyenélőknek hívja a gémereket, azzal egyet tudok érteni, úgyhogy gamer vagyok magam is, Uh, és ja, én is a free cuccakért mennék rá, uh, jelen esetben a free cucchoz hozzá lehet jutni, teljes mértékben ki tudod farmolni uh, az egészet, de ha nem tudod, vagy nincs kedved, vagy nincs időd, és kereső ember vagy, és meg tudsz magadnak engedni 18 dolcsit egy skinért, hogyha, hogyha neked egy skin számít egy játékba, akkor vedd meg. Uh, és, és, és esetben szerintem ez nem kellene hír legyen, de muszáj volt valahogy beszélnem róla már, már hogy is mondjam, hogy bökte a csőrömet, hogy mekkora fasságok mennek e körül, de amúgy vicces kommunikáció folyt le um, e körül, és teljes mértékben a, az Anthem fejleszt, bocsánat, az Apex Legends fejlesztével értek egyet, uh, Ebből a szempontból lehet azért, mert a Respawn Entertainment AK régi Infinity Ward a szívemhez közel álló fejlesztő stúdió olyan játékokat csináltak, melyek a Szívemhez közel áll a kottolt item foliga át, is, az Apex Legends, nem mondom, hogy gyakran játszom, de elismerem, hogy ez egy, ez egy sikeres játék, és egy jó uh, Battle Royale játék. Legalábbis számomra jobb, mint egy, uh, mint, mint egy Battlegrounds, vagy vagy uh, mi a másik, Fortnite, Jesus Christ. Na jó, srácok, ennyi, ennyi lett volna ez a videó, egyetértesz velem, dobj a lájkot, iratkozz fel, és nyomd rá a csengőjelecskére, hogy értesítést kapja a videóimról. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig! Sziasztok!